Mielőtt fogyasztási hitelek mellett döntünk, először azt kell átgondolni, hogy feltétlenül szükségünk van-e rá, vagy el tudjuk halasztani az adott vásárlást, esetleg meg tudjuk-e oldani családi segítséggel. Ezt javasolta a Magyar Nemzeti Bank szakértője, amikor a fogyasztási hitelekről, a szinte mindenre felhasználható személyi kölcsönökről kérdeztük. Mint tudják, a viszonylag kis összegű és relatív rövid futamidejű hiteleknek elég magas a költsége, ennek ellenére nagyon meglódult az ilyen típusú forráspótlás. Az MNB felügyelet, illetve fogyasztóvédelmi feladatokat lát el az ilyen hiteltermékek esetében is. A személyi kölcsönök, illetve általánosságban a fogyasztási hitelekre vonatkozóan is a jogszabály meghatározza azt a maximális költséget, amit felszámíthatnak a bankok. Ez a THM, vagyis a teljes hiteldíj mutatónak a mértéke, amely a személyi kölcsönök esetében mindig a jegybanki alapkamathoz igazodik, jegybanki alapkamat plusz 24%, egyéb fogyasztási hiteleknél ideértve a hitelkártya konstrukciót, folyószámla hiteleket, zálogkölcsönöket, illetve az áruhiteleket, itt magasabb, itt 39,9% lett maximum a THM. A THM ugye ez egy százalékos arányszám, amit a hirdetésekben, illetve reklámokban is meg kell, hogy jelenítsenek a pénzügyi intézmények, illetve az ügyfélszerződésekben is megjelennek. Viszont fontos tudni azt, hogy a THM az nem tartalmaz minden, feltétlenül minden hitelköltséget, ugye elsősorban csak azokat a kamatokat, díjakat tartalmazza, amelyek szerződésszerű teljesítés esetén felmerülhetnek a hitelköltségeként. Vagyis több olyan kiegészítő kényelmi szolgáltatás költségét nem tartalmazza a hiteldíj mutató, amelyet a hitelt felvevő kérhet. De ezeket nem köthetik ki a hitel feltételeként. 73 évvel ezelőtt, ezen a napon, 1945. február 13-án végleg elhallgattak a fegyverek. Véget ért Budapest több mint 100 napos ostroma. Ez volt a II. Világháború egyik legvéresebb és leghosszabb offenzívája. A harcokban a katonák mellett több mint 38 ezer civil is életét vesztette. Rájuk, az áldozatokra emlékeztek a budai várban, a Magdolna toronynál. A megemlékezésen részt vett Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere, és Hollik István, az első kerület országgyűlési képviselője is. A folyamatos bombázás és ágyúzás után a fővárosi épületek negyede maradt csak éppen. Az első kerület szenvedte el a legnagyobb pusztítást ezekben a hónapokban. 800 épületből mindössze 4 maradt sértetlen. A város elfoglalása házról házra zajlott. Igazi apokalipszisről beszélhetünk tehát Budapest ostroma kapcsán, melynek áldozataira, civilekre és katonákra egyaránt emlékeznünk kell. Az emlékezethez azonban szükséges a múlt minél pontosabb megismerése, az igazság feltárása. A számtalan fennmaradt visszaemlékezés és ostromnapló ellenére még mindig akadnak fehér foltok, megismerésre váló részletek Budapest ostromának történetéből. Elismerés illeti mindazok munkáját, akik az igazság feltárásán, ezáltal a méltó megemlékezés lehetőségének megteremtésén évek, évtizedek óta fáradoznak. A Magdolna toronynál tartott megemlékezés koszorúzással és néma főhajtással zárult. Alig több mint egy hónapja jelezték a lakók, hogy a Zugligeti út egyik részben önkormányzati tulajdonú telkén egy őzet láttak, amely valahogy bejutott a kerítésen, de nem találja a kiutat. Etetjük, illetve a szomszédok is hoztak neki mindenféle ételt, de itt rügyeket, egyéb növényzetet talál, víz is van a területen. Van természetes búvóhely, van itt egy jó sűrű szedres, bozótos, illetve vannak ilyen előtetős kiugró részek, amely alatt kényelmesen elfér. A kerítés fogságába esett őzet szerették volna gyorsan és biztonságosan visszajuttatni természetes élőhelyére. Az ingatlannal szemben áll a hunyadorom, ám az odajutás nem veszélytelen. Egy forgalmas úton kell az őznek átkelnie, ezért is nem nyitottuk ki a kaput, csak hogy szabadon elmehessen, mert féltünk attól, hogy esetleg valamilyen autó elütheti. Az önkormányzat munkatársai egyeztettek a rendőrséggel és a BKK-val, és megszervezték a biztonságos átkelést. Egy kora reggeli időpontban engedték szabadon a Zugligeti úton vendégeskedő őssutát.